Az már önmagában, hogy a DVTK ellen idegenben ilyen kapkodásra, meg pánikszerű játékra tudjuk kényszeríteni az ellenfelet, és éreztük az utolsó 20 percben, hogy rendkívül jól futballozik a DVTK, de nem igazán talál rajtunk fogást. Igaz, nagyszerűen védett a kapusunk az utolsó pillanatban elkövetett hibáig, de az mindenképpen dicséri a csapatot, hogy az utolsó pillanatig levegőbe lógott a pontszerzésünk. Sőt, azt mondom, hogy bár előre játékban keveset nyújtottunk, de az utolsó pillanatokban még kontratámadásunkból lehetett volna akár a mi javunkra is, hogy eldőljön a mérkőzés. Ki tudnám emelni azt az elképesztő alázatot és csapategységet, amivel rendelkezik a Dorogi FC, és azt a szervezett futballt, amit nyújtottunk. Tehát szerintem a védekezés szervezettségében NB1-es szintet nyújtott a csapat, a DVTK pedig tényleg jó ritmusban és jól futballozott. Sajnálom a játékosokat, de egy biztos, hogy amelyik csapat ilyen szervezetten is és odaadással tud futballozni, az nem kieső. Ennyit tudok mondani, hát én nekem ez egy nem várt dolog volt, szakmai igazgató vagyok, továbbra is itt tervezem, és nagyon várom, hogy legyen vezetőedzőnk, és továbbra is mindenbe fogom segíteni. Nagyon büszke vagyok a játékosokra, és köszönöm ezt a két napot, mert tényleg elképesztő módon vissza lehetett őket rángatni abból a letargiából, amiben voltak, és ezért le a kalappal.